Na cső mindenkinek, ciao tutti. Hú, ez meg is szarul hangzik. Na itt az ideje, hogy egy kicsit beszéljek az akadémiáról. Kipróbáltunk így az elején egy-két órát. Vagy az volt a probléma, hogy nem beszélt senki angolul. Niente si possa essere vagamente serio, niente di quello che dovreste fare voi normalmente, perché poi vedremo anche dei backstage, vedremo pure cosa hanno fatto i vostri colleghi l'anno passato. A másik baj az pedig az volt, hogy kicsit ilyen komolytalannak éreztük. Leginkább a diákokat. Volt egy óra, ami Andy Warholról beszéltek, az ő munkásságáról, amivel alapvetően nem lenne baj, de újat nem mondtak nekünk. Másrésztről meg az egyik órán Andy Warholnak néztük a Kiss, illetve a Blowjob című videómunkáit, és így nevetgéltek alatta, meg beszéltek alatta. Lehet, hogy így mi vagy én vagyok ilyen snob ezzel kapcsolatban, meg most nem azt mondom, hogy áhítattal kell ezt nézni. Meg a blowjob videómunkában az történik, hogy egy csávó kiveri a farkát, de hogy így az arca van végigmutatva. Ezzel gondolkoztam, hogy tulajdonképpen benne lehet az olvasatban, hogy az emberek nevetnek rajta. Hiszen ez egy nagyon intim dolog, kellemetlenül érzed magad. Ráadásul ugye ez egy olyan szituáció, hogy több ember van egy légtérben, mindenki ezt nézi. Egyébként csönd van, tehát hogy így abszolút közben mégis így értem a István helyén való ez a fajta viselkedés, de hogy tőlük nagyon távol áll. Úgyhogy például ezt az órát itt skippeltük később. 3 órára jártam végül, az egyik az egy videóra volt, ahol hát nagyrészt videóklipeket nézegettünk. Rendezőkről hallottunk. Ezen az órán be kellett mutatni munkáidat, amiket te csinálsz, és bemutattam egy-két videómunkámat, többek közt a művészcsomagatót. Nagyjából már így tudom, hogy így a munkáimra milyen reakciók szoktak így jönni. És a művészcsomagatót nem csak Magyarországon látták már, hanem látták már többek között Angliában is. És általában nevetés szokta kísérni. És nagyon érdekes volt, hogy itt ilyen síri csönd volt. Hogy a videóhoz feliratozva van, igazából nem volt számomra egyértelmű, hogy az angol szöveget nem értették, vagy amiről a művészcsomagató szól, azzal a problémával ők nem szembesülnek. Ez nagyon érdekes volt, érdekes élmény volt. Jártam festőórára is, ugye képző Magyarországon nem festő vagyok, hanem intermédiás. Tehát nem igazán tudok semmit se a festészetről, vagy hát igen keveset. Festeni viszont de pláne nem tudok. Igazából sose szerettem. Az egyik gimnáziumomban, hát elég paraszt volt a rajztanárom. Fogalmazzunk így, és elég elvette a kedvemet az egésztől, még ilyen 10 éves korom környékén. De azóta nem igazán. Így néha festettem, még így a képző első évében festegettem, de hogy így nem vászonra. Igazából az volt nagyon érdekes, hogy mennyire másként tanítják itt az akadémián. Az volt a feladat, hogy ugye embert kellett festeni, ez még így oké. Egy létező képet kellett lefesteni. Először nem is értettük. Ugye a tanár így azt mondta, hogy keressünk a neten egy képet, és akkor azt kinyomtatjuk, és azt fogjuk lefesteni. És így Petivel így néztünk, hogy mi van, egy létező képet fessünk meg. Minek? Lehet, nyilván túlságosan intermédiásként álltunk a dologhoz, de hát emiatt nem lehet minket szidni. Itt az van, hogy felkockázzák a képet, amit kinyomtattak, majd a vásznat is felkockázzák, és e szerint festik meg. Tehát tulajdonképpen kockánként, tehát hogy nem folyamatosan építik fel a képet, ettől vannak ilyen pontok, ahol a vászon az fehér. És ez nagyon durva volt ezzel szembesülni. Akkor a 3. óra, amire jártam, amit nagyon szerettem, az az animációra. Nagyon bírtam a tanárt, nagyon érződött rajta, hogy nagyon érti a szakmáját. És így jó volt nézni munka közben. És persze, hogy ő is mutatott egy csomó referenciát, ugye többek közt nagy, óriási kedvencem egy Schwankmajert.
És így láttam így az arcokon, hogy így abszolút fogalmuk sincs, hogy ki ez, és először látják a munkásságát, és ez is tök furcsa volt, hogy így elméleti szinten nem nagyon mondtak újat. Ideig is tudtam, hogy így a képző az elméleti oktatásban nagyon jó, de minden esetre nagyon, szóval nagyon élveztem. Két-három héttel ezelőtt volt egy nagyon erős honvágyam, így egy nap. Nagyon így rám tört az, hogy mennyire szeretnék így Budapest utcáin sétálni, és így a barátaimmal lenni, és csak így kijönni a Dunapartra. Minden egyes, nem tudom, mocskos kis utcasarok elkezdett hiányozni, és amellett, hogy nyilván valamennyire azért követtem az otthoni eseményeket, és most nem túl szívderítő a látvány, fogalmazzunk így. És hát persze teljesen normális volt, de hihetetlen volt, hogy így leültem a tévére, hogy jó, izé, nem tudom, akkor valami filmet, nem tudom, megnézek. Bekapcsoltam a tévét, és az az Eddie Murphy film ment, amit Budapesten forgattak. Szóval ezt így nem hittem el. Tehát ezen már csak így rögni tudtam. Na, az ilyen véletlenek tesznek nagyon jót a honvágyamnak. Úgyhogy már alig várom, hogy a számban érezhessem a 200 forintos pizza ízét. Ami örökre 200 forintos marad, hiába már 250. Bemegyek, mert lerohadok, olyan meleg van. Na csá! Művészettörténet híres túlvállalásai.